Az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, valamint a Nemzetközi Valuta Alap képviselői már készítik elő azokat a követeléseket, amelyek elfogadása esetén Athén elnyerné az újabb, ezúttal már a harmadik segélycsomagot. Legkésőbb augusztus 13-áig kell jóváhagyni az első részlet folyósítását, mert Görögország csak így tudja időben rendezni az augusztus 20-án esedékes több mint 3 milliárd eurós adósságát az Európai Központi Bankkal szemben. Az euróövezeti mentőalap az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében indítandó új program finanszírozási igénye 82 és 86 milliárd euró. Görögország közben több mint 7,16 milliárd eurónyi áthidaló pénzügyi segítséget kapott az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretén belül, hogy törleszteni tudja aktuális adósságát az IMF és az EKB felé. A harmadik nemzetközi pénzügyi mentőcsomag 86 milliárd euró lehet, amit az euróövezeti válságkezelő alap, azaz az Európai Stabilitási Mechanizmus és az IMF ad össze. A célja a bankok feltőkésítése, az adósság törlesztése, valamint a gazdaság fellendítése. Az IMF kommunikációs igazgatója Gary Rice közleményében megerősítette, hogy Görögország törlesztette több mint 2 milliárd eurós hátralékát. Az IMF továbbra is kész részt venni minden olyan programban, amely Görögország gazdasági növekedését és pénzügyi stabilitását szolgálja.